Ebben az esztendőben 17. alkalommal rendezte meg a Balassa János Kórház a Balassa napokat. Eltérve a hagyományoktól, két napos rendezvényé bővült a kórház életének kiemelkedő eseménye. Ez én azt gondolom egy olyan rendezvénye a kórháznak, amikor az összetartozásunkat, egy csapatba tartozásunkat tudjuk erősíteni, és a közösség formáló és szemlélet formáló ez a rendezvény. Ennek érdekében részben ünneplünk is, kitüntetéseket adunk át, ez a holnapi napnak a programja, illetve a mai napon a tudományunkat ünnepeljük, azzal, hogy fiatal munkatársaink tudományos munkásságára vagyunk kíváncsiak. Örömteljen nagy számú 22 pályamunka érkezett az idei évben. A mai nap ezeket az előadásokat fogjuk meghallgatni, és hát a versenyszellem erősítésére egy zsűri fogja bírálni ezeket az előadásokat. Fontos a folyamatos tanulás, fontos az, hogy magunk is részt vegyünk a fejlődésben, és a munkatársaink, fiataljainknak az aktivitását jelzi az, hogy ők ebben a munkában bekapcsolódnak, és ilyen munkákat készítenek. A rendezvény díszvendége Bejei Árpád, a Pécsi Tudományegyetem nagykövete volt, aki azt mondta, a gyógyító munka mellett a tudomány szolgálata is megjelenik az oktatókórházak hálózatában. A Pécsi Tudományegyetem nagyon nagyra értékeli a régióban levő megyei kórházak tudományos tevékenységét, közöttük a szekszárdi Balassa kórházét, és főleg azt látjuk, hogy az utóbbi időben nagyon felpesdült a tudományos élet. Olyan hihetetlen módon fejlődik az orvostudomány, hogy a fiorvosok tudományos munkája nélkül elképzelhetetlen a csatlakozás a világ folyamatokhoz. Ez egy nagyon nagy érték a kórház számára. A tudományos munkák minősítésére és az eredmény kihirdetésére másnap az ünnepi ülésen került sor. Megnyitó beszédében Ácsázső szekszárd polgármestere kiemelte az intézmény és a város kiemelkedően jó kapcsolatát. Köszönöm a kórház különböző alapítványaival, osztályaival, civil szervezetekkel összefogva 2018-ban több olyan konferenciát, közös programot szerveztünk hétvégén, szombaton, vasárnap, amelynek a célja az volt, hogy az egészséges életmódra való nevelésben közösen elindítsunk, fiatalokat elindítsunk, időseket, és ha ezt el tudjuk érni, ami egy nagyon komoly kihívás és nehéz feladat, akkor azt gondolom, hogy az önök munkáját is könnyebbé tudjuk tenni, de ami ennél sokkal fontosabb talán, hogy az egészséges ember, az soha, nem azt mondom, hogy soha nem lesz beteg, de talán, hogy egészségesebben él valaki, akkor nehezebben fog majd megbetegedni, és én azt gondolom, hogy idősebb korában is majd egész életet fognak tudni élni. Én azt gondolom, hogy az az együttműködés, amely 4 évvel ezelőtt elindult, minden évben hoz valami újat, minden évben hoz valami novumot, és előtte sokan beszéltek arról, hogy a kórház ugyan itt van Szekszárdon, de nem része a város életének. És ez mára megváltozott. A kórház a jövőben is szerves része lesz Szekszárdnak és a városvezetés gondolkodásának. Minden olyan fejlesztést, mely az egészségügyet szolgálja, a lehetőségekhez mérten támogatja majd a város, mondta a polgármester. Amikor elkezdtük ezt az együttműködést, akkor voltak elképzeléseink, hogy merre kellene tovább menni, aztán ahogy haladtunk évről évre, mindig újabb tartalommal töltöttük meg. Ugye az idei esztendőben is sikerült egy gyermekosztályban felújítani 2 szintet. Gyakorlatilag én annak örülök a legjobban, hogy nagyon sok olyan konferenciára, programra került sor Szekszárdon, közösen a város és a kórház szervezésében, amely az elmúlt években nem volt jellemző, és én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, amellett, hogy a szekszárdiak és a szekszárd környékiek érdekeit szolgálják olyan szempontból, hogy elsősorban az egészség megőrzésére és a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt közösen, ezzel nem csak az itt lakóknak teszünk tőt, hanem a szekszárdi kórháznak a munkáját is könnyítjük egy kicsit, és én a 2018-as évet ebből a szempontból tartom egy kiemelkedő évnek, még nagyon sok teendőnk van annak érdekében, hogy a fiatalok, mikor eldöntik az egyetem elvégzése után, hogy hol képzelik el a jövőjüket, akkor mondjuk Szekszárdban is gondolkodjanak. Az, hogy a kórház oktatókórház lett, az, hogy a Balassa ösztöndíjat elindította, és nem várja a fiatalok jelentkezését, hanem eléjük megy, elmegy az egyetemekre, bemutatja a kórházat, illetve
bemutatja a város, hiszen nagyon fontos az a közeg, amelyben egy intézmény, egy egészségügyi intézmény működik és dolgozik, és ahol az ott dolgozók élnek, ezért a várost is meg kell mutatni Szekszárdnak az értékeit, meg kell mutatni a rendezvényeket, és azokat a körülményeket, amelyek itt fogadják a fiatalokat, és ahol aztán a család, a gyermekek jól érzik magukat a hétköznapokban és az ünnepnapokban, és ebben viszont nekünk már sok feladatunk még a következő években. Németh Csaba főigazgató évértékelő beszédében beszámolt mindazokról a fejlesztésekről, melyek a magasabb színvonalú ellátást és az eredményesebb prevenciós feladatok elvégzését szolgálják. Sok mindenbe tudtunk előrelépni, sok minden problémánk változatlan, és vannak újak is. Ez egy kicsit kifejtve. Sok mindenbe tudtunk előrelépni, pályázati forrásokat, fenntartótól kapott támogatásokat, hál' Istennek hatékonyan tudunk felhasználni, és ebből sok helyen szépülhet és fejlődhet a kórház. Igyekszünk tartani a kórnak a színvonalát, és nem csak a technikában, hanem épületeinknek és a betegek komfortjának a biztosításában is. Ezeket a változásokat és fejlődéseket nyilván a saját bőrükön is érezhetik, akik a kórházba jönnek. Mindig mindenhol történik valami, és kis lépésekkel haladunk előrébb. Ami a változatlan probléma kategóriába tartozik, az a gyakorlatilag a pénzügyi helyzetünk. Változatlanul működünk és biztonságosan működünk, de ezt a biztonságos működést nem kevés munkával és nem egyszerű módon tudjuk biztosítani. Ebben azért valamennyivel könnyebb körülményeket is el tudnánk képzelni. Amiben egy picit nehezebb a helyzet, az a szakember utánpótlásnak a megszerzése. Ez nem csak az egészségügyben van így, de az egészségügy sem kivétel a szakember hiánynak a problémájában. Mind szakorvos, és most már az elmúlt 3 évben, de úgy érezzük talán az idejében leginkább, a szakdolgozói utánpótlásnak a megszerzése is egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Dacára annak, hogy azért érezzük, hogy ennek a problémának a megoldására van szándék. Gondolok itt az elmúlt években történt egészségügyi bérfejlesztésre és a képzési feltételeknek a javítására, de hát azt tudom mondani, mint sok előttünk tornyosuló problémára, hogy évtizedes gondot nem lehet fél év alatt, egy év alatt, de még 3 év alatt sem megoldani. Az idei esztendő tudományos pályázataira beérkezett művekből a legjobbnak dr. Tóth Gábor, a sebészeti osztály szakorvosának, míg a közönségdíjas előadás dr. Kovács Dórának, a szemészeti osztály szakorvosának munkáját értékelte a kórház tudományos tanácsa. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a hagyományt, aminek azért évtizedekre visszanyúló hagyománya van, hogy 35 év alatti fiatalokat próbálunk inspirálni, hogy a kutató munkájukról, a szakmai tapasztalataikról valamiféle beszámoló formájában pályázatokat adjanak be. Ez sikerült tényleg olyan módon népszerűsíteni, hogy ennyi pályázatot még soha nem adtak be fiatal orvosok, szakdolgozóink. Tehát a tavalyihoz képest is 20-25%-os emelkedés volt. Mi ezt azzal magyarázzuk, hogy próbáltuk őket inspirálni azzal is, hogy a szakmai munkájukat ezzel tulajdonképpen olyan plusz pontszámokkal, olyan plusz elismerésekkel is próbáljuk ambicionálni, ami a további pályafutásukban is érezhető a számukra. Tehát nem csak egy közvetlen szakmai előnyt, egy közvetlen tudományos élményt jelent számukra, hogy itt előadhatnak, hanem esetleges egy későbbi adjunktusi főorvosi kinevezésnél is előnyt jelent ez az, hogy ők aktívan dolgoznak a napi klinikai betegellátás mellett tudományos kérdésekkel. Én azt gondolom, hogy egy kórháznak a megítélését nagy részben ez is előmozdítja és pozitívvá teszi, hogyha a fiatal lelkes orvosgárda szakmai téren, tudományos téren is egyfajta csapatot képez, és a mindennapok részévé válik ez a tevékenység. Én egy kicsit a saját aktivitásunk növelésének is tartom ezt a dolgot. Nyilván ehhez kell az egyéni indítatás, kell az osztályvezetőknek a támogatása, de úgy érzem, hogy az intézmény vezetésének az a szándéka is, hogy ezt a kórházat vigyük valamerre. Az iránykijelölésnek az egyik
módja és iránya, az a tudományos munka fejlesztése és javítása és ennek a támogatása. Úgyhogy én próbálom azt gondolni, hogy ez már egy kicsit a mi munkánknak az eredménye is, és mindenképpen nagy örömmel tölt el, és ez egy nagy büszkeség, hogy a mi fiataljaink ilyen színvonalas tudományos munkák elvégzésére és előadására képesek, mint amit hallottunk tőlük. A 17. Balassa napon a kórházért legtöbbet tevők vehették át az elismeréseiket. Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenységért a kórház vezetésének felterjesztésére az Emberi Erőforrások minisztere két munkatársat részesített Pro Sanitate díjban. Bölöc István egy gyógyszertári szakasszisztenst és Gyöngyösi Sándornét, a sebészeti osztály osztályvezető ápolóját. Több évtizedes kiváló munkája és a kórház iránti elkötelezettsége elismeréseként az intézmény vezetésének felterjesztésére miniszteri elismerő oklevélben részesítették Csepregi Józsefné munkaügyi előadót. Nagyon-nagyon nagy problémát okoznak sajnos ezek a munkaerőhiány mindenféle területen. Mindenképpen az kell, hogy az ember ott legyen, jelen legyen mindenhol, tehát akár ilyen rezidens toborzásnál, akár újságcikk meghirdetésénél, és akik jönnek jelentkezni, úgy kell velük mindenképpen beszélni, és olyan hangulatot kell teremteni, hogy jó kedvel és vidáman, vagy esetleg jó szívvel jöjjenek a kórházhoz dolgozni. És én nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy én ez alatt a 40 év alatt annyira rengeteg és annyi nagyszerű embert ismertem meg ebbe a kórházba, akik oda jöttek dolgozni, vagy akik már ott dolgoztak, hogy én nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon öröm az életemben. Nyugdíjba vonulása alkalmából miniszteri elismerő oklevélben részesült Fejl Péterné, az élelmezési csoport munkatársa. Összesen 13-an vehették át a Balassa díjat. Az idei esztendőben a legjobb közösségnek a fertőző osztályt választották a bírálók. Bali Ildikó 26 éve vezeti az osztályt. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a betegért az egész kollektíva egyöntetően mindent megtegyen. Az a dolgozó, amelyik nem tud beilleszkedni, és nem tudja azt hozni, amit mi elvárunk tőle, a kollektíva, az nem is tud megmaradni a fertőző osztályon. Ezeknek az embereknek viszont, akik most jelenleg a fertőző osztályon dolgoznak, egyiktől a másikig mindenki a legjobbát adja a tudásának, ezért a betegek szeretnek bennünket. Mindig őszinték vagyunk egymáshoz, tehát ami probléma van az osztályon, azt mindig megbeszéljük, kibeszéljük, és többet olyan nem fordulhat elő, ha ez negatívum. Egyébként pedig a betegek is elismerik azt, hogy mi egy jó kollektíva vagyunk, szeretnek ott lenni az osztályon, arról nem is beszélve, hogy most már nem csak a kollektíva jó, hanem a hely is nagyon szép. Németh Csaba főigazgató a jövőről szólva kifejtette egy európai színvonalú, kényelmes, emberbarát kórház a cél. Mindehhez jól kapcsolódik az a tendencia, hogy minden eddiginél több jelentkezője volt a tudományos napnak jelezve, a gyógyítók számára is fontos a rendszeres szakmai fejlesztés, a kor kihívásainak való megfelelés. A mai fiataloknak én úgy érzem, hogy nagyon sokat számít az, hogy valamilyen jövőképet tudjunk nekik felmutatni. Jövőképet a szakmai előrehaladásukban, jövőképet a tudományos munkáik végzésébe, hogy ők érezzék azt, hogy foglalkozunk velük, és hogyha a mi kórházunk mellett teszik le a voksukat, mint munkahely, abból hosszú távon profitálni fognak. Megjegyzem, a hosszú távú profitálás kölcsönös, tehát nyilván mi is örülünk annak, hogyha a jó képzett és elhivatott orvosaink vannak. Igyekszünk nekik megadni azt, hogy a fejlődési lehetőség a kezükbe lehessen. Idei évnek az elején írhattam alá 5 év időtartamra vezetői megbízatásomat. A vezetői célkitűzésben a mai előadásomban úgy fogalmaztam meg, hogy egy modern, európai színvonalú, kényelmes, emberbarát, kiszámítható kórházat szeretnék, amit így elmondani borzasztó egyszerű, de ha belegondolunk, akkor
lehet, hogy utópiának vagy álmodozásnak tűnik, de azt gondolom, hogy a most előttem álló 5 év az azért elég lehetőséget fog biztosítani ahhoz, hogy apró lépésenként, de tudjunk haladni ez a kitűzött cél felé.